Újra Csobok Som János keramikus, 1985-ben elkészült alkotása, a 9 tölcsérből és vízköpőből álló diszkút hosszú éveken át nem üzemelt, most azonban a város szökőkút felújítási programjának köszönhetően Adivárosnak egy újabb gyöngyszeme lett, mondta Borkai Zsolt polgármester, aki hozzátette, a városvezetés kiemelten nagy hangsúlyt fektet a zöld területek fejlesztésére. Azt gondolom, hogy az épített környezet és a mellette lévő zöld területek az aránya az mindig is lényeges volt a város részéről. Nem csak arról beszélhetünk egyébként, hogy itt a szökőkutakat és kisebb zöld felületeket kialakítunk, hanem több ezer fát is ültettünk el az elmúlt időszakban. Én azt gondolom, hogy valóban ez az embereknek a levegőt adja, és nagyon-nagyon fontos, hiszen itt tudnak az emberek igazából kikapcsolódni, vagy hogyha éppen körülnézünk padok elhelyezésével egy kicsit pihenni, leülni, idősebbek, fiatalok. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, és keresnünk kell továbbra is azokat a helyeket, ahol fel tudjuk újítani, és egy kicsit zöldebbé tudjuk tenni ezt a várost. Nem csak a szökőkút újult meg, padokkal, cserjékkel tarkított közösségi teret is kialakítottak a szakemberek. Itt nagyon sokat kellett ezzel dolgozni, hiszen teljesen rossz állapotban volt, újjá kellett építeni, úgy, ahogy van az egészet, tehát az elemeket sem lehetett sajnos javítani. Teljesen megszépült, amellett úgy döntöttünk polgármester úrral, hogy a zöld teretet is rendbe tesszük, hiszen korábban nem voltak túl jó állapotok. Gyepszőnyeg került ki öntözőrendszerrel, egy új járda épült, hiszen ki volt gyúrva itt a fű, illetve padok kerültek ki, szemetes kukák kerültek ki, és az öntözőrendszer nagyon szépé fogja varázsolni itt ezt a területet. Hát az a kérés, hogy maradjon is így ez a mi kérésünk, elvárásunk, ebben sokat tud segíteni, hogy a rendőrségre bekötött kamera és itt elhelyezésre került. Úgyhogy azt gondolom, hogy Adiváros egy újabb színfolttal gazdagodott. A szökőkút felújítási program egyébként hamarosan véget ér, 9 meglévő kút már teljesen megújult, és 4 új szökőkút is elkészült a városban, mindössze 2 kis csobogó várat még magára, hamarosan azonban ezeket is felújítják a szakemberek.